Köszönjük szépen. Az új járművek és az áramellátásnak a átalakításáról és a vizsgálatáról már több előadást hallottunk, és fogunk is még hallani, de a villamos járművek mellett a BKV hálózatán talán a troli az, ami legnagyobb számban megújult, és a troli új járművek okozta problémával régóta foglalkozunk. Legszűkebb keresztmetszetnek egyelőre magát a kocsiszint látjuk. Ez egy külön projekt keretében felülvizsgáltatjuk a kocsiszint, illetve átalakításokat tervezünk az Ács utcai troli kocsiszínben, és erről kérem, hogy Stankó Józsefet, hogy tartson meg az előadását. Köszönöm szépen. Nos, tehát BKV Pongrácz áramátalakító. Köszöntök mindenkit, Stankó József a nevem, Vávunion Kft. Tervezését vezetem. A András, Nagy András kollega már megtette azt a szívességet, hogy felvezette ezt a témát. A továbbiakban kicsit részletesebb kibontásban, tehát a Pongrácz áramátalakítóról lesz szó. Ez kétségkívül egy nagy közös kaland volt vele, hiszen közel egy évig tartott ez a tervezési munka, rendkívül sok résztvevő, közreműködő bevonásával. És itt ezen a ponton jut eszembe Pongor Csabának egyik kitétele, aki úgy fogalmazott, hogy náluk még 2030-ig megmaradnak a trolibuszok Debrecenben, miközben ezt a kijelentést valahogy a elektromos autóbuszokkal szembeállítva tette. Nos, hát Budapesten úgy tűnik egészen más a helyzet, hiszen nagy számú jármű érkezik, méghozzá hamarosan érkezik, és ezeknek a fogadására a telephelyet, a meglévő telephelyet mindenképpen alkalmassá kell tenni. Legelsőnek az áramellátását kell biztosítani ennek a telephelynek, miközben jelenleg ott nincs áramátalakító. Ez a fejlesztések nélkül is, ez a feladat a fejlesztések nélkül is szóba került tudtommal, hogy a telephely megérdemelne, igaz egy kisebb, szolidabb teljesítményű, de önálló áramátalakítót. Nos, ez be fog következni, csak nem szolid, nem kicsi áramátalakító lesz, hanem talán a legnagyobb a BKV területén. Állítólag ez valóban a legnagyobb lesz. Bocsánat. Igen. Igen, hát ugye minden tervezési munka ott kezdődik, hogy adatszolgáltatás, igények összesítését meg kell tennünk. Ez a táblázat mutatta azt, hogy gyakorlatilag 174 jármű beszerzéséről van szó, 174 jármű áramellátásáról van szó, és ha már áramátalakító épül ezen a telephelyen, akkor a környéki tápszakaszok áramigényét is mindenképpen bele kellett kalkulálni. Így módon jött ki az utolsó összesítő sorban lévő áramérték, vagy áramértékek, ám de hát a praktikus összegzés mégiscsak az utolsó mondatban olvasható, ami úgy szól, hogy tervez egy 8 gépes áramátalakítót, 7 üzemi és egy tartalék vontatási blokkal. Ez a definíció akkor teljes, hogyha hozzáteszük, hogy egy vontatási blokk alatt itt egy 225-ös transzformátort értünk, és egy 3300-3400 amperes egyenirányítót, ami egyre több van most már a BKV-nál, és úgy látom, hogy előszeretettel alkalmazzák. Rugalmas eszköz, ami a üzemi áram fölött is terhelhető, tehát gyakorlatilag a gyakorlati terhelhetősége 4000 amper, vagy akár a fölé is futhat. Nagyjából ezek a értékek határozzák meg az áramátalakító főbb dimenzióit. Miből alakul ki az a járművenkénti 100 amper, ami a táblázatból kiolvasható? Éppen Vajda Szabolcs említette, hogy az új modern járműveknél
a kényelmi funkciók áramfelvétele gyakorlatilag összevethető a vontatási áramigénnyel. Ezt én nem tudom megítélni, de minden bizonnyal igaz, hiszen a 100 amperes áramfelvétel gyakorlatilag a járművek állóhelyzeti kondicionálásánál jelentkezik. Ez annyit jelent, hogy a kocsiszekrényt fűtik, hűtik igény szerint, illetve az akkumulátorai töltőállomát is fedezni kell. A 8 gépes igény gyakorlatilag az áramátalakító átnézeti kapcsolását meghatározza, méghozzá nagyjából a látható módon. Ebben a elvi kapcsolásban gyakorlatilag semmi új nincsen, csupán a méretek. De az egész létesítést végig kíséri, már hát a tervezési munkák során, és majd természetesen, ha ez megvalósításba kerül, akkor az építés szerelési munkák során is. Tehát 10 kV-os fogadóberendezés áramszolgáltatói betáplálásokkal, mely táplálja a rendszert. Nagy András kollégánk említette, hogy hát itt az elmű háttérről, az elmű oldalon az energia rendelkezésre állásáról vajmi kevés képünk van. 10 megawatt teljesítménnyel ez az áramátalakító el tud működni, de ha igazak a input adatok, akkor ez bizony kevés. Ugye itt összesen 18,5 megavoltamper trafó teljesítmény van beépítve, nem beszélve még 3 E-busz töltő állomásról, melyek mindegyike 1.6-os transformátort igényel. Ezzel a kérdéssel konfrontálódtunk is a tervezés során, amikor is az egyik E-busz töltőt, illetve annak transformátorát az áramátalakító épületébe szerették volna elhelyezni, de hát az már helyhiány miatt nem sikerült. Úgyhogy ez a berendezés, az áramátalakító, már úgy értem a legfelső 10 kW-os berendezés, az áramátalakítót szolgálja ki, de tartalmaz 3 darab tartalékleágazást az E-busz töltők számára, melyek így módon aztán majd, mint delegált transformátorok csatlakozhatnak a létesítményhez. A leghosszabb vonalas berendezés a 600 voltos kapcsolóberendezés, megint a méretek, ugye, 37 kapcsolómezőből áll, és hozzájön még a... Hoppá, ez nem megy valahogy. De visszafele szeretnék menni. Az a másik mellett. Értem. Igen, de mindegy. Tehát ez a telepi kapcsoló berendezés, ami elkülönül a földgyűjtősintől. Ez szintén még 18 mező, tehát 55 600 voltos mezőről beszélünk, amit itt le kell telepíteni. Ezt követik a pozitív szakaszoló mezők, illetve a negatív berendezés. Ez utóbbi, ez is egy jelentős, hogy mondjam, dimenziót képvisel. 64 kábel csatlakozik rá, 13,6 folyóméter hosszú, és amit, mint a legek sorában érdemes megemlíteni, az a névleges áramerőssége, gyakorlatilag 16 kiloamperes berendezés alakult ki. De visszatérve a felépítésre, az áramátalakítóhoz tartozik még egy váltóáramú segédüzem, 2 darab 250 kV-amperes transformátorral, és egy komplett 220 voltos egyenáramú segédüzem és elosztó berendezés. A továbbiakban már
ízelítőt kaphattak belőle, látványterveket mutatok, hogy hogy néz ki ennek az áramátalakítónak az építészeti megfogalmazása. Majd visszatérünk az elektromos kapcsolásra, illetve arról szeretnék néhány mozzanatot felvillantani, hogy ez az áramátalakító a méreteit tekintve, vagy éppen a méretei miatt miben jelentett mást a tervezés során, mint a kisebb testvéreik. Tehát milyen különleges feladatot okozott az, hogy ez egy 8 gépes berendezés. Ez a telephely madártávlatból látszik, hogy túl sok szabad hely nincsen. Az építész kollega harca volt és feladata, hogy megtalálja az építési helyszínt. A beépítési mutatók, a zöld területi mutatók, a oldaltávolságok és a övezeti besorolások tengerében. Hát ezt sikerült is nagyjából megtartani, és ahogy ránézünk a telephelyre, gyakorlatilag nem nagyon lehetett volna más szegletét kiszúrni ennek a telephelynek, mint az északnyugati, a Zács utcával és a Tech telephelyen határos sarkot. Nos, ez a jelenleg még ott ilyen-olyan használatban lévő terület, lesz az építési helyszín, és itt érdekes megjegyezni, megfigyelni, hogy az utca túloldalán egy sokemeletes lakóház van, aminek elég messze menő jelentősége van a tervezési munkákra kitekintve, hangsúlyozom, nem a villamos tervezési munkákra. Tehát ez lesz a leendő áramátalakító helye. És akkor íme az építész megfogalmazása. Az építész kollega egy fiatal, tehetséges külsős építész volt, Pap Tamásnak hívják, ez már az ő munkáját dicséri. Ez az Ács utca felüli nézet, és tulajdonképpen a főbejáratnak deklarálható bejárat itt szemben. Ugyancsak az Ács utca felől nézve, de már a transformátor sor mellett mehetünk be a telephelyre. Ugyanaz a nézet, csak a telephely belseje felől nézve. Látszik, hogy 8 darab transformátort, vontatási transformátort kellett elhelyezni, és van egy közös kamra, amiben a két segédüzemi transformátort helyeztük el egy tűzvédelmi elválasztással. És ez pedig egy, akár felülnézetnek is nevezhetném, nézet. És itt tessék figyelni arra a lakóházra, ami egy szürke tömbként jelenik meg. Az építész gesztusa volt a lakók fele az, hogy zöld tetőt álmodott a házra, hogy ne egy sivár ipari épület tetejét kelljen nézni a lakóknak. Ez a kerítésvonal a tekkel határos kerítés, és tulajdonképpen a térburkolattal ellátott sáv az az a sáv, amin azt a hatalmas kábeltömeget, amiről még szó lesz, el kell vezetnünk. Lényegében az Ács utca fele is megy egy kábelcsorda, a kifejezés a BKV-s kollégáké, de rendkívül találó, úgyhogy léptennyomon használom. A másik pedig a telephely belseje fele, keleti irányba fog a nagyobb kábeltömeg erre kell lefektetni ezeket. Ez tehát a áramátalakító épülettömbje. A tetőszerkezeten különféle épületgépészeti berendezések, szellőzők, hűtők foglalnak helyet, hát egyfajta ilyen burkolattal ellátva. Nos, ott tartunk, hogy a
építéssel egyeztetve és a technológiai, azaz a villamos tervezés igény megjelölését folyamatosan egyeztetve egyfajta iterációval kialakult maga a ház. Mekkora lehet, mekkora kell. Tehát gyakorlatilag e kettő között kölcsönös kompromisszumokkal kialakult egy 670 négyzetméter bruttó alapterületű épület, amit több részre bontottunk, funkcionálisan nagyjából ez az alapterület felbontása így néz ki. 670 négyzetméter egy szint és egy teljes értékű kábelszintet is kialakítottunk, hiszen ahogy már többször céloztam rá, itt a feladatok egyik legjelentősebbike a kábelek kezelése volt, és a kábeleknek a elvezetése, kivezetése az épületből. Nos, hát ahogy a berendezéseket elhelyeztük ezen a rendelkezésre álló területen, feltételezem, hogy ebben sincs semmi meglepő. Ahogy a nézeti rajzodra lehetett látni a perspektívikus rajzon, a 8 transformátorkamra egy sorban helyezkedik el a segédüzemmel. Ez lett volna annak idején az e-busz töltő transformátorkamrája, de helyi hiány miatt arról sajnos le kellett mondani. Pontosabban szóval arról, hogy itt legyen a házban. A lilás tömb a 10 kW-os kapcsoló berendezés, majd a 600 volt pozitív szakaszó és a negatív szakaszoló mezők sora a kék szín. A jobboldali világoszöld színnel jelölt berendezések, azok az úgynevezett telepi berendezések, azok egy külön földszinti helyiségben foglalnak helyet. Ez gyakorlatilag egy illetékességi leválasztás, miután a telepi berendezések azok a telep kezelésében, működtetésében, meg feltétlenül karbantartásában is üzemelnek majdan. A jobb alsó sarokban egy külön kis működtető, leválasztott működtető helység szerepel, ami szintén a telepi berendezésekhez szolgál. Ez az elrendezés számunkra egy észszerű kábelezési, egy észszerű felfűzését jelentette a technológiai berendezéseknek. Gyakorlatilag annak a záloga, hogy minél rövidebb kábelszakaszokkal, minél áttekinthetőbb felépítéssel tudjuk ezt a rendszert összehozni. Gyakorlatilag ez a jellemző keresztmetszete az áramátalakító épületének. Látható, hogy a negatív szakaszoló, pozitív szakaszoló mező sor alatt az épület északi oldalán ott bizony megsűrűsödnek a kábelek. A kábelek száma igencsak megemelkedik. És hát itt az a többször jelzett kábelezési probléma, amivel azért jelentősen megküzdöttünk. Ez egy gyakorlati kérdés. Ez egy gyakorlati kérdés, hogyan lehet kábelezni egy ilyen viszonylag terjedelmes berendezést úgy, hogy az a gyakorlatban kivitelezhető legyen, úgy, hogy ne rögtön a beüzemeléskor már kábel gubancokkal kelljen megküzdeni, hanem egy lehetőség szerint rendezett, áttekinthető, lekövethető kábelezés legyen a munka végeredménye. Ez a nyugati szakasz, a pozitív szakaszolóknak a pozitív szakaszoló cellák. El kell mondani, hogy amit itt látunk, kábelkivezetéseket, ez HAUF kábelkivezetések, ezek a Zács utca irányába bocsátanak ki kábeleket. A további kábelek, amik itt már a keleti oldalra mutatnak, ezek mennek a
telephely irányába, vagy a Pongrácz út irányába, abban a bizonyos 5 méteres, 5-6 méteres zöld sávban, ami inkább térburkolt sávként volt látható a nézeti rajzokon. Nos, itt jelentkezett a legnagyobb probléma. 144 ezres kábelt kell innen elvinnünk. 144 darabot. Ugye tudható, hogy a ezres kábelek azok olyan 800 mm körüli hajlítási sugárral kezelhetők. Ez a minimum, szabvány szerint is. Úgyhogy ezeknek a rendezett kibocsátása az épületből, ez okozta a problémát. És bár a mi megbízásunk mindig is csak az áram átalakítóra szólt, hamar rájöttünk arra, hogy nem fogjuk megúszni a tervezési feladat normális elvégzését anélkül, hogy ne tekintenénk kívülre, tehát ne tekintenénk arra, hogy miként kell majd a telephelyen továbbvinni ezeket a kábeleket. És itt megint Nagy Andrással kellett kooperálnunk, hiszen nagyon gyorsan kiderült, hogy ekkora mennyiségű kábelt nem lehet földárakban elvinni, még több rétegben sem, amit ugye üzemeltetési szempontból hát akár tiltani is kellene. Csináltunk, kialakítottunk egy elvi kábelalagút elrendezést, amivel kapcsolatban mélyépítőket kellett bevonni, hiszen majd még erről mondok pár mondatot, az sem egy hétköznapi feladat, hogy hogyan lehet ehhez az áramátalakítóhoz kábelalagutat csatlakoztatni. Egy 3400 mm széles is, 2800 mm magas nettó belméretű csatornát tudunk itt elhelyezni. Ez a maximum, hiszen nincs több hely. Ez egy nettó méret, tehát ez a szerkezeti méretek jobbról-balról, alulról-felülről hozzáadandók még. És a munkamódszer az volt, hogy a telepen a telepi, tehát a felsővezetéki rendszer ellátására szolgáló kábeleket végig kellett követni a külső csatlakozási ponttól egészen az áramátalakítóig, és így tudtuk egy értelmes elrendezésként ráfésülni erre a kábelalagút szelvényre a kábeleket. Itt látható az a nyaktag, amivel csatlakozik a kábelalagút az áramátalakító épületéhez. A metszetet itt mutattuk ebben a szelvényben, és látható, hogy a becsatlakozás három tengelyen valósul meg. Ez a becsatlakozási forma adta végül is azt a megoldást, hogy a pozitív-negatív szakaszok alatt rendezni kellett a kábelt. Tehát a kábelek sorrendiségét, a három becsatlakozó tengely közti elosztását, a külső terep, a felhasználás helye sorrendje, és így tovább határozta meg. Ennek megfelelően ezt a kábeltömeget behoztuk az épületbe, és itt a szakaszolós cellák alatti emeletes kábeltartó szerkezeten pedig osztályoztuk, pozícióba helyeztük a kábeleket, méghozzá vizsgálva azt is, hogy minél kevesebb iránytörés legyen. Nos, ez adta a végül is a megoldást. A képen további kábeltartózási megoldások láthatók még. Hoppá, ez vissza. És most szeretnék visszatérni néhány olyan kérdésre, amit, ahogy jeleztem, az egyvonalas kapcsolási rajzunk mellett szeretnék fejtegetni. A 10 kV-ról gyakorlatilag túl sokat nem lehet mondani, csupán annyit, hogy kíváncsian várom, hogy
mikor születik meg egy érvényes elmű műszaki gazdasági tájékoztató, ahol leírják azt, hogy mennyi áll rendelkezésre és miként, milyen módon. Pillanatnyilag az van, hogy a Kispest kőbánya állomásból több kilométeres kábelvonalak kiépítésével lehetne energiát nyerni, de hát ezt még meg kell várni ennek a végkifejletét. 600 volt. A szó volt arról, hogy az egyenirányítók névleges árama 3300-tól 4000-ig gyakorlatilag bármilyen értéken felvehető. A névleges áram, mondom, 3003 vagy 3400 amper. Ugyanerről az áram egyenirányítóról tudni kell azt, hogy ennek az állati árama olyan 45 kiloamper körül van. Felmerült a kérdés, hogy milyen gyűjtősint diszpozíciót, milyen gyűjtősint konfigurációt alkalmazzunk. Ez kérdés lehet a névleges áram, tehát az üzemi áramok szempontjából is, és kérdés lehet az állati áramok szempontjából is. Utóbbinál azt kell megfontolni, hogy a leágazó vonali megszakítóink, azok rendre UR26, illetve UR40-esek. Ezeknek az állati megszakító képességük 125 amper. 125 amper, és nem növekszik a névleges árammal. Tehát néztem, hogy az a UR60-as sem több, mint 125 amper, 125 kiloamper. Ebből adódott, hogy meg kell bontani a rendszert. Ugye páros számú bontatási transformátorról van szó, ami annyit jelentette, hogy vagy kettőbe, vagy négybe bontjuk a gyűjtősint. Mi itt mindenféle praktikus szempontot figyelembe véve a 4x2-es felállásnál döntöttünk felállás mellett, ami annyit jelent, hogy 4 gyűjtősint szakasszal dolgozunk, amelyikekre mindig két-két egyenirányító táplál rá. Így módon a berendezés gyűjtősin árama 8000 amper lett, az egyes blokkokat pedig motoros működtetési szakaszolókkal kötjük össze, mi több, a két végét is összekötjük a berendezésnek, szintén szakaszolókkal és egy plusz kábelvonallal, ami azt eredményezi, hogy egy gyűjtősin topológia alakul ki. Ennek a pozitív hozadéka az, hogyha bármely blokkon, bármelyik gyűjtősint szakaszon hiba adódik, akár a táplálásban, akár más módon, úgy az adott gyűjtősint szakasz akár jobbról, akár balról kisegíthető, tehát ellátható energiával. Mindez PLC felügyeli, tehát ezt a kérdést így tettük nyugvópontra. A másik érdekes feladat a negatívval volt kapcsolatos. Jeleztem, hogy 16 kiloamper lett a végeredménye, hogy 16 kiloamper legyen a névleges áramerőssége ennek a berendezésnek. Ez bizony 7x120/10-es gyűjtősin köteget jelent, úgyhogy ez se hétköznapi méret. Ugyanakkor ez úgy tudott kialakulni, hogy igyekeztünk úgy elhelyezni a leágazásokat és a betáplálásokat, hogy a lehető legkisebb gyűjtősin szakaszáramok alakuljanak ki. Ez viszont nem teszi lehetővé az úgynevezett összegző söntök telepítését, vagy az összegző mérés kialakítását. Miután ez itt valóban gyakorlatban kivitelezhetetlen, ezért itt egy elektronikus mérési rendszerről döntöttünk, tehát annak a kiépítését határoztuk el, vágó söntávadóval, vágó PLC-vel és analóg méréssel oldottuk meg ezt a kérdést. Sönt távadó, amely éleszkedik bemeneti oldalon a 60 millivoltos söntökhöz, 0,1%-os pontossága, kiváló hőmérsékleti koefficienssel rendelkezik, a kimenete 4x20 milliamper. A
PLC, amit mellé választottunk, az 4 csatornás analóg bemenetekkel rendelkezik, és 12 bites felbontással dolgozik, tehát igen nagy pontosságú átalakítást tesz lehetővé. Na most a PLC-s méréskezelésnek az az előnye még, hogy a mintavételezés az összes bemeneten egy időben történik. Tehát ez az összegzés és az áramértékek összehasonlításából elengedhetetlen feltétel, illetve ennél a PLC-nél pedig egy eléggé nem becsülhető hozadék. Tehát ez a mérési rendszer gyakorlatilag össze tudja hasonlítani a gépekhez kifolyó negatív áramot, illetve a vonalon a 62 kábelen befolyó vagy visszafolyó áramértéket. És miután ez már akár a telemechanika rendszerbe is becsatornázható, a PLC-t csatlakoztatjuk a távműködtető szekrényhez, illetve a telemechanika szekrényhez. Ettől kezdve ez a funkció akár a központra is átruházható, vagy akár a mérési értékek szembeállítását bizonyos toleranciával állandó jelleggel, állandó, tehát minden időpillanatra kiterjedően tudjuk figyelni és monitorozni. Ha eltérés van, nem megengedett eltérés van, akkor erre akár alarmjel is köthető. Még egy mondatot mondanék, vagy kettőt az úgynevezett távvezérlő szekrényről. A távvezérlő szekrény gyakorlatilag ugyanazt a funkciót, ugyanazt a felépítést kapta itt is, mint az új áramátalakítókban. Egyetlen változtatást hajtottunk végre rajta a 10 kV vonatkozásában, hiszen a 10 kV-nál általában nem szoktunk, hogy úgy mondjam, értelmes védelmeket betenni, intelligens védelmeket betenni, de itt a 25 mezőt tekintve azért ennek itt szükségét éreztük. Tehát ide Ciprotech védelmeket tettünk be, amik redundáns Ethernet hurokba fogva lényegesen lerövidítik, megkönnyítik a kábelezési feladatokat. Pontosabban fogalmazva, kikerüljük ezzel a jelentős volumeni kábelezési feladatokat. Ezt tettük úgy, oly módon, hogy egy SICAM A8000-es PLC-s egységet is beraktunk a berendezésbe, annak a kuplungmezőjébe, és oda kötöttük be a segédüzemi jeleket, tehát ez az egész egy kompakt egységé lett, és így csatlakozik a telemechanika szekrényhez. A telemechanika szekrény irányából nézve a rendszerek optikai Ethernet kábelekkel érhetők el. Maga a telemechanika szekrényben pedig SIMATIC S7 1500-as PLC szolgál fejgépként, melyet egy HMI 2200-as érintőképernyős kezelővel egészítettünk ki. Gyakorlatilag ez egy 22-szoros touchpanel, ami ebben a sorozatban a legnagyobb méretű. Köszönöm szépen, ennyit lehetne erről elmondani az időkereten belül, azon kívül pedig azt hiszem még sokkal többet is. Köszönöm szépen!